először a Greenpeace Magyarországnál, és utána a Magyar Természetvédők Szövetségénél kezdtem el aktivistaként, majd aztán munkavállalóként is egyre aktívabban tevékenykedni. Idén én lehettem az egyik főszervezője a Környezetvédő Civil Szervezetek Országos Találkozójának. Nekem az lenne a legfőbb célom, hogy arra motiváljam az embereket, és különösen a fiatalokat, hogy ne beletörődjenek abba, hogy ilyen lesz a jövőnk. Próbáljuk mi magunk alakítani a jövőnket, és próbáljuk meg a környezetünknek egy olyan szerepet adni, amit megérdemel, hiszen mi magunk is a természetből élünk. Van ez a sokat emlegetett mondás, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. És szerintem ez az egész környezetvédelemnek az alapja. Gondolkodj globálisan az azt jelenti, hogy próbálj meg minél több információt beszerezni arról, hogy milyen környezeti problémák vannak jelenleg a nagyvilágban, illetve itt hazai szinten Magyarországon is. És próbáld meg azt az információt úgy átformálni, hogy lokálisan a saját környezetedben mi az, amit te tehetsz. A helyi csoportokat megpróbálom összefogni, és ott helyben próbálunk kialakítani egy szebb környezetet. Tehát például, hogyha egy olyan fakivágási engedélykérelmet adnak ki egy területre, amivel én nem értek egyet, akkor megpróbálom összeszervezni az ott lakókat, és megakadályozni azt, hogy a jegyző kiadja ezt az engedélyt. És szerintem ezzel rengeteg embert tudunk helyi szinten motiválni, és számunkra is óriási motivációt jelent az, hogyha látjuk azt, hogyha valamit teszünk, annak helyi szinten van pozitív hatása. Nagyon sokan vagyunk, akik próbálunk harcolni egy élhetőbb Magyarországért, és nagyon nagy szükségünk lenne arra, hogy minél több fiatal csatlakozzon ehhez a küzdelemhez, mert csak közösen tudjuk elérni a sikereinket. Én egy társadalmi kapocsként tudok és szeretnék is szolgálni a szakértők, az állampolgárok és a természet között, hogy ennek a három szereplőnek hogyan lehet úgy összehozni az érdekeit, hogy az mind a háromnak, de legfőképpen a természetnek az érdekeit figyelembe vegye, mert hogyha a természetnek jó, akkor biztosított hosszú távon az élhető és egészséges jövőnk és környezetünk.